Ezekből az elemekből áll a gipsz. Az érdeklődő ásványgyűjtő palánták szorgosra jegyzeteltek az előadás alatt, hogy az ott hallott érdekességeket később is újra megtanulhassák. Elhangzott többek között az is, hogy a gipsz kristályosodik. Egészen különleges képződmények születnek belőle a föld alatt. Rácsodálkozik mindenki, mert olyan román ottak, hogy bolondok, aranyák, pirit kistályok, meg hegyi kistályok. Na, a gipsz az ember tudta úgy, hogy ez egy fehér por. Hát nem fehér por, csak akkor, ha beteszem a sütőbe, rátekerek néhány száz fokot, és akkor a gipszből elpárolog a víz, a hátját és akkor ott mellett utána a fehér por. Székesfehérváron már 25 éve működik ásványszakkör felnőtteknek. A gyerekeknek szóló program célja az utánpótlás nevelés. Ebben a országban jó pár ezer aktív van, és hát még ez kapcsolódik nyilván természettudományokhoz, a természet és sok emberben mindig van valahány százvalahány, ezer vagy tízezer ember, akik szeretnék kimenni a természetbe, csodákat gyűjteni, kistrákat gyűjteni, tehát ennek megvan a maga hagyománya, hozzá kell tenni Magyarországon, viszonylag kicsik -e ennek a népszerűsége. Nyugatabbra megyünk, Németország, Csehország, ott tisztelte több egyébként az ásványgyű, és tisztelte többen foglalkoznak ásványgyűjtéssel. A gyerekeknek szóló ásványszakkör minden hónap első szombatján várja a kicsiket a Szénatéri a könyvtárban. A foglalkozásra az ásványok iránt érdeklődő általános iskolás és középiskolás fiatalokat várják. A programra jelentkezni a képernyőn elérhetőségeken lehet ahol további információ is kérhető.